Sziasztok, én Katona Mátyás vagyok, és szeretném megmutatni nektek a legjobb családi autót, ami nem más, mint a Ford Tourneo Custom. Ugye a tavalyi évben kapta ezt az Active verziót, ez a szabadidő járműs Tourneo Custom. Egyedi lökhárítók, egyedi hűtőmaszk, nem fényezetlen, de szürkére fényezett kerékjárati ívek, egy kis fellépő, és ugye mint minden normál Tourneo Custom, ez is kétféle hosszúsággal kapható. Ez a hosszabbik verzió, ebben már igencsak nagy a raktér. Most mindjárt meg is mutatom, ebben simán elfér egy felnőtt kerékpár is. Most éppen mondjuk egy összehajtott felnőtt kerékpár van benne, de hogyha 5 személlyel használjuk, akkor aztán akárhány bringa befér ide, és mutatom az egyik legjobb funkcióját a tolóajtón túl, hogy a hátsó ülések egymással szembe is fordíthatóak. Nem egy egyszerű művelet, ugye a két szélső ülést fel kell cserélni, ez a középső üléshez nem csak forgatható, hanem a támlája is lehajtható, így egy elég praktikus pakoló rekesz sort ad ez is, de hátul is van pohártartó, dupla USB csatlakozó oldalanként, és elképesztően kényelmesen lehet ezzel az autóval utazni, és ugye a 2 literes dízel az tavaly már lágy hibrid rendszert is kapott, ez a 185 lóerős lágy hibrid, ugye ez egy 48 voltos hibrid, és igencsak baráti fogyasztást tud, mindjárt meg is mutatom, nálam ez az autó városban mondjuk 8 és felett fogyasztott, ami azért azt gondolom, hogy nem egy tragédia ettől az autótól. Viszont így nagy átlagban igencsak kedvező értékeket produkált, 6,6. És volt már 6,5 is elég hosszú távon. Szóval én nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel az autóval. Tavaly egyébként a szegmense eladásait torony magasan vezette. Igen, a navigáció, infotainment az továbbra is a magyar nyelvet nélkülöző, de hát azt gondolom, hogy ezzel is együtt lehet élni, pakolóhely viszont bőven van, a műszerfalon, az ajtókban is, és még a műszerfal tetején is találhatunk, ráadásul 12 voltos csatival és USB-vel, tehát onnan is töltögethetünk. Van középen is egy tároló, ami a sofőr és az utas felől is azonosan jól nyitható. Van fent is tároló, bőségesen sok tároló van ebben az autóban. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó családi autó. Persze az ára az nem szerény. Tourneo Custom 5 listáron 11,4 millió környékétől kaphatunk, ha jól emlékszem. Ez az autó pedig 15,4 millió körül van bruttó listáron. Nyilván nagy családos kedvezménnyel, vagy vállalkozásként áfát visszaigényelve, ez azért jóval olcsóbb tud lenni, és hát viszont a kategóriában ez egy jó ajánlat, az ülésen ugye az aktív felszereltség albetűje is látható, és hát hogyha hátra pillantunk, akkor ismét megállapíthatjuk, hogy óriási autó, a tetőn egyébként a hátsó sornak külön klímavezérlővel, úgyhogy javaslom, hogy nézzétek meg róla a tesztünket is. Sziasztok!